Figyelj, mit én nyugodt vagyok, hanem legyen kedves. Mondtam elég. Miért most? Négy évvel együtt elég. Az autó, hát én már útkor is lerohadtunk picivel. Nem, mert hogy én vagyok most a szerelő, engem kért meg a Fricé, hogy... Ne arra, ugye mutassa már arra egy határozatot, hogy le van foglalva. Igen, azért nézzük meg a határozatot. Tehát jelenleg nincsen. De hát akkor az úr az mit keres a kulcs nála? Nem, mert én vagyok a szerelő, már bocsánat, de... Egy papírt, hogy le van foglalva. Most a szerelőnél a Bácsakor megkért, megbízott azzal, hogy javítsam az autóját a... csomagtartomból hátsó részében van egy ilyen zseb, amit ki lehet nyílni, ott vannak a szerszámai. Neked is arrébb kell menni oda? Neked is arrébb kell menni? Hát de miért? Hát lefoglalták. Magam én jó, mert ez nyilván ettől állható. Erről egy fényképet valaki az akusarulól, jó? Fényképezz kérek szépen gyorsan, az akusarul nagyon oxidált, ami alkalom, ide légy szíves, jó? Mert hogy az akkumulátor sarú, az alkalmas arra, hogy ettől leálljon az autó. Mindjárt egy kis fogóval mindjárt. Jó, mindjárt megnézzük. Leginkább egy 10-es kulcsra lenne szükségem. Most éppen nincsen. Jó, de hát látja mindenki, hogy ez arról szól, hogy ez nagyon oxidált az az akkumulátorsav. Most itt a szerszám. Köszönöm! Jó, tehát ezt az akkumulátorsav. Én lehet, hogy kell egy kis csiszolóvászon, mert Igen, csiszolóvászon is! Csiszolóvászon nincsen, kinél? Nézzétek meg, nincs gyújtásom! Ezt kérdeztem, azt mondja, hogy neki jó. Ó, hát ez nagyon gáz! Hát nézzétek meg, ott belül teljesen oxidált az akkumulátorsar. Csiszolóvászon nincs, valakinél gyerekek? A Fricsi! Megvan a hibája az autónak! Ez kurva, már kivették a kulcsot belőle. Le akarják foglalni, el akarják kivették a dolgot. Mi a napod? A ropvány kivették a rendőr a kocsit. Hát annál jobb lesz. Hogy neki is megmutassuk, hogy török tanulságból, hogy legközelebb ilyen oxidált. Nem lehet belőtt. Jó, hát figyelj. Ugye, ahogy állunk, ide is, oda is. Jó, figyelj meg, szóljatok mindenki, hogy állják meg.